Egy óriási mérföldkőhöz érkezett el a település, hiszen a megújult Maros-Lelei zengőóvoda mellé megépülhetett a mini bölcsöde, emelte ki televíziónak Grimba Tibor a község polgármestere. Az új intézmény topos támogatásból 146 millió forintból valósulhatott meg. Lázár János országgyűlési képviselő és Gémes László a megyei közgyűlés elnökének közbenjárásával. A település első embere kiemelte, hogy milyen pozitív változást tette indokoltá ezt a beruházást. Óriási szükség van a településnek erre az intézményre. Én azt gondolom, hogy a statisztika, ami gyakorlatilag a legfrissebb épp a mai nappal került az asztalomra, hogy 2020. december 31-i állapot még egy 2038 főről szólt, addig a mostani 2021. decemberi már egy 2109-es főről. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés egy ilyen kis település életébe. Nyilván az évenkénti 20-25 baba indokoltá tette azt, hogy elgondolkodjunk mi is abba, hogy próbáljuk folytatni a már korábban megkezdett utat, amit elődöm Martonosi György és testülete kezdett meg. Ezt szerettük volna mi is folytatni, és hát nyilván itt a statisztika, amit az előbb éppen mondtam, én úgy gondolom indokoltá tette, hogy ez meg is épüljön. Az ünnepségen nem tudott részt venni a térség országgyűlési képviselője, de levelét felolvasták, amelyben gratulált a Maros-Leleieknek. Az eseményre ellátogatott Gémes László is, aki beszédében kiemelte a fejlődést és az összefogást. Látva azt, hogy a település vezetőik egymásra építenek, tehát öröm látni azt, amikor a rendezvényeken az előd és az utód egyszerre jelen van. Nem mondhatja ezt el minden település, és meg is lehet nézni azokat a településeket, ahol a vezetők egymással lacsarkodnak, és már 2-3 év elteltével is még mindig ez a téma. Itt Maros-Lelén hál' Istennek egymásra építkeznek a település vezetők. Azt is könnyű elmondani, hogy Csongrád északi részében sok-sok évvel ezelőtt még sokan azt se tudták, hogy Maros-Lele egyáltalán a megye települései közé tartozik. Mára pedig már itt Makó és Hódmezővásárhely között szinte kisvárosi életminőségé nőtte ki magát. Ehhez gratulálok tényleg mindkét polgármester úrnak, mert gyönyörű ezt látni. Buzsóni Barta Ágnes, a Maros-Lelei zengőóvoda és mini bölcsőde intézményvezetője örömét fejezte ki, hogy egy álmuk valósult meg, és megosztotta a jelenlévőkkel céljukat, miszerint az ellátást magas színvonalon szeretnék megvalósítani, összhangban a gyermekek egyéni szükségleteivel. A bölcsöde alapfeladata a családban nevelkedő 20 hetes, 3 éves korú gyermekek napközbeni nevelése és gondozása. Az intézmény egy csoportszobájában egy szakképzett kisgyermeknevelő és 2 szakképzett dajka fogadja a bölcsödéskorú gyermekeket egy világos, napfényes, tágas, családias, otthonos légkörben, ahol úgy gondolom biztonságban érzik magukat az intézmény aprajai. Az intézményt megszentelte Lackó István plébános, majd megáldotta Matosné Bokor Anikó lelkész. Az átadót színesítette az óvodások műsora, és végezetül pedig rendhagyó módon a leendő bölcsisek és szüleik vágták át ünnepélyesen a szalagot. A jelenlévők szemügyre vehették közelebbről az új 21. századi intézményt. 2 gyerekünk van, 2 kislány, édes kislány itt vannak. A nagyobbik 3,5 éves, a kicsi az 2 év, 3 hónapos. Így a kicsi fog ide járni, a nagyobbik már óvodában jár. Milyennek találjátok az intézmény? Gyönyörű, tényleg elváráson felüli az egész. A település fejlődését jelzi, hogy további beruházás van folyamatban. Ilyen többek között a sportcsarnok építése, mivel a napokban adták át a munkaterületet. A tervek szerint bő egy év múlva már a Maros-Lelei fiatalok és idősek egyaránt egy korszerű és modern létesítményben sportolhatnak.